Ahogy az autóbusszal közeledtünk Nagybörzsönyhöz, az egyik kanyar után előtűnt a 13. század első felében épült Szent István templom. Kerítését a 16. században építették. A környezetbe illeszkedő üdvözlőtábla után láttuk meg a pincesort. A 19. századig a községben jelentős szőlőművelés is folyt. A szőlőt a filoxéra járvány kipusztította. Hát találtak itt különböző érceket, többek között aranyat is. Rezet is bányáztak, vasat is bányáztak. Még foszfort is állítottak. Na a lényeg az, hogy a magyar királyok közül kettő is volt, Zsigmond és Albert, aki behozott 100 bányászokat, tudnék, hogy ugye azok érdettek nagy mértékben, és azért hozták ide be őket, és akkor már ugye a magyarok mellé mások is betelepültek, és még német nevet is adtak a településnek. A lényeg az, hogy aranyat bányásztak elég nagy mennyiségre. Még abban az időben még azt is mondták, ugye egy kicsit dicsekedtek az itt élő vezetők, az itt élő emberek, hogy hát igaz, hogy Selmec meg Körmöc bányán is bányásznak aranyat, de ez tulajdonképpen az aranyborjúnak a feje, ami itt van. Tehát itt sokkal komolyabb és nagyobb mennyiség. Hát tévedtek, mert ugye az lett a helyzet, hogy a 18. században a bánya művelés megszűnt, mert kimerültek a bányák. De viszont ahol ilyen bányászati lehetőség volt, arany nemesvény bányászás, ott mindig gazdagok is voltak az emberek, érthető módon. Úgyhogy abban az időben ez a település nem ilyen arculatot mutatott, most egy falusi kis településről van szó, de városi rangot is kapott. Úgyhogy a felvidéki hát városokhoz, gazdag városokhoz hasonlított. Szép tornácos házai volt, stb. A lényeg az, hogy ugye aztán jött az elszegényedés, de ami még talán érdekes, hogy a török időkben nem pusztult el a teljes lakosság. Aztán később a 18. században próbálkoztak még bányászattal, bányáztak is, és még meg kell említeni azt, hogy itt folyik keresztül a Börzsöny-patak. Most a Börzsöny-patak mindenhol ugye abban az időben sok malom volt, ilyen vízimalom is, szélmalom is. Itt vízimalom nyilvánvaló, a vízerejét használták fel arra a célra, hogy hát itt üzemeltessék a malmot. Ami érdekesség, hogy ezt aztán későbbi időben helyreállították, és mind a mai napig üzemképes állapotban van, most múzeumként működik, majd azt is megnézzük vissza. Na most ennyit erről, és hát most olyan 900 körül van a lakossága, de volt, mikor a 10 000-et meg közelítette, illetve meg is haladta, amikor fénykorát értem. Túravezetőnk rövid tájékoztatója után végigmentünk a szépen rendbe tartott virágos utcákon. Községet elhagyva nem sokára elértük a hosszú völgyi patakot. Átkeltünk a patakon,
ahol az ifjúsági tábor és a Börzsönyi kisvasút végállomása van. A Börzsönyi kisvasút csak hétvégén közlekedik, így biztonsággal tehettük meg a 4 kilométert a sínek között. Négy kilométernyi gyaloglás után értük el a BKV kulcsosházát, ahol olcsó szállás kínálkozik a fáradt turistáknak. A kulcsosház kertjén folyik át a patak. A romantikus, szép környezetben jót lehet pihenni. Hamarosan előkerült a kulcsosház bőbeszédű gondnoka, aki fél liternyi borát megosztotta Pistával, majd sinen járó járgányával megpocsikáztatta a lányt. Hát, most száraz a Vidám hangulatban indultunk vissza Nagybörzsönybe, ahol először a vízimalmot látogattuk meg. A vízikerék, ami a malmot hajtotta. A malom alsó szintje, ahol a kész lisztet felfogták. A malom középső szintje, ahol a hengerszék áll. A malnár egykori lakószobáját múzeumnak rendezték be. Itt látható egy hengerszék és egyéb malomhoz szükséges eszköz.
A malom látogatás után körüljártuk az evangélikus templomot. A templomot szorosan körülépítették lakóházakkal, ezért nehezen lehetett róla fényképet készíteni. Programon kívül látogattuk meg a Nagybörzsönyben dolgozó csipkefaragó népművész kiállítását. Egy dombon áll a torony nélküli bányásztemplom, már a 13. században is állt itt egy kis templom. Ezt bővítették ki a 17. században, amikor a száz bányászokat betelepítették. A bányásztemplommal szemben áll az egykori bányamester lakóháza, most tájház, a hálószoba. Kamra és használati eszközök. A konyha. A tiszta szoba. A tiszta szobát csak különleges családi események alkalmával használták. Körbejártuk a 17. században épült plébánia templomot. Átmentünk az árnyas fákkal tele hősök terén. Utána buszra szálltunk, búcsút intettünk Nagybörzsönynek és a falu szélén álló Szent István templomnak.